Augusztus 20-a a magyarság legnagyobb össznemzeti ünnepe. Az anyaországban, a Kárpát-medencében és mindenütt a világon, ahol magyarok élnek, ünnepségekkel emlékeznek a jeles napra. Karcag városa ünnepi testületi ülésen köszöntötte és ismerte el azon személyek munkáját, akik évek óta kiemelkedő munkát végeznek a város érdekében. Felkérem Kece István polgármester urat, hogy legyen szíves kifáradni és a kitüntetést, illetve az ajándékot Szepesi Tibor polgármester úrtól átvenni. A KUN Szövetség nevében F. Kovács Sándor, városunk és térségünk országgyűlési képviselője, a KUN Szövetség elnöke köszönti polgármester urat. A képviselőtestület döntése értelmében a Nagy Kunság, valamint Kisújszállás város érdekében végzett kiemelkedő tevékenységért, a Nagy Kunság hírének öregbítéséért, Nagy Kunságért díjat adományozott Kece Istvánnak, Kisújszállás polgármesterének. Pánti Ildikó Annának, a Karcagvárosi Önkormányzat testülete képviselőjének, a város lakossága érdekében több évtizeden keresztül végzett tevékenységéért díszpolgári címet adományozott. Felkérem Pánti Ildikó. A város érdekében végzett munkája elismeréseként Karcagváros díszpolgára kitüntető címet kapott Pánti Ildikó nyugalmazott iskolaigazgató, aki 5. ciklusban önkormányzati képviselő. Köszönöm elöljáróimnak, hogy egy díjban részesültem és részesülhettem. Ahogy mondtam is a díj átvételekor, hogy csak azt tettem, amit az elmúlt évek, évtizedek alatt tennem kellett, hiszen az életem a városhoz kötődik. Kezdetben úgy, mint pedagógus, egy iskolához, szeretett György István iskolához kötött a pedagógus pályám, kedves kollégáimhoz és magához, ahhoz a sok-sok emlékezetes, kedves diákhoz, akiket taníthattam, és akik mindenkor elfogadták a segítséget. Hogy az erőt mi adja, hiszen egy más területen lettem, ahogy a nyugdíjas éveim eljöttek, egy választókerület képviselője lehettem 5 cikluson át, amely gyakorlatilag az iskola körzetét foglalta magába, tehát az ott élő embereket nagyon jól ismertem szülőként, később nagyszülőként, és ez a közösség is nagyon kedvesen, szeretettel befogadott segítőimmel együtt, és megtaláltam a feladatot a mindennapokban, hogy hogyan miként lehet az embereken, a családokon, időseken, fiatalokon, ki milyen területről igényelte a segítséget. A segítség, ez nagyon fontos, mert mint ahogy mondtam is, hogy csak azt tettem, amit tennem kellett. Mindenkinek a helyzete sajátosan egyedi, de próbáltam mindig észrevenni, hogy milyen gondok vannak, hol vannak a gondok, mert ahány család annyi féle örömmel gondol, de problémával is küzd. Próbáltam tenni, természetesen a körzet lakóival együtt azokon a területeket is, amelyek a körzetben fejlesztésre, felújításra kerülhettek. Minden évben mindig tudtunk valamit megragadni az alkalmat, hogy felújítsuk, és ennek az emberek örültek. A mindenkori polgármestereim, képviselőtársaim, képviselőtestület, hivatal maximális segítséggel. Soha nem tudtam olyat kérni, amiben nem kaphattam volna segítséget, és ezt külön köszönöm. És annak a sok-sok kedves embernek, aki a körzetben él, a városban él, akik elfogadtak és segítették a munkámat, és ezt köszönöm itt is. És bizakodom benne, hogy továbbiakban is a városban együttműködéssel, tenni akarással, problémák megoldásával, mert problémák, gondok mindig lesznek, mint hogy voltak is. De mi itt vagyunk, és próbáljuk azokat közösen megoldani, mert mindig van rá lehetőség, ha a szándék megvan, és azok az emberi kapcsolatok és a segítségnyújtás.
Felkérem Sári Kovács Szilvia alpolgármester asszonyt, hogy legyen szíves kifáradni, és Szepesi Tibor polgármester úrtól a kitüntetést, illetve a virágot átvenni. A város érdekében tanúsított meghatározó tevékenységért Pro Urbe díjat vehetett át az ünnepi testületülésen Sári Kovács Szilvia, karcagváros alpolgármestere. Szentesi Lajosnak, a karcagi református egyházközség főgondnokának a város érdekében tanúsított meghatározó tevékenységéért Pro Urbe díjat adományozott. Felkérem Szentesi Lajos urat, hogy legyen szíves kifáradni, és Szepesi Tibor polgármester úrtól a kitüntetést, illetve az ajándékot átvenni. Ugyancsak Pro Urbe kitüntetést vehetett át Szentesi Lajos, a karcagi református egyházközség főgondnoka. A város társadalmi és kulturális életében betöltött hagyományőrző és értékteremtő szerepéért Csillag Barnabás, a karcagi zsidó hitközség elnöke részére karcagért emlékérmet adományozott. A város társadalmi és kulturális életében betöltött hagyományőrző és értékteremtő szerepéért dr. Kasuba Jánosné könyvtáros tanár részére karcagért emlékérmet adományozott. Karcagért emlékérmet vehetett át Kasuba Jánosné könyvtáros tanár. A város és az intézményei támogatása érdekében végzett jelentős szerepéért dr. Sütő Mihályné nyugdíjas pedagógus részére karitatív tevékenységéért díjat adományozott. A város intézményei támogatása érdekében végzett jelentős szerepéért dr. Sütő Mihályné nyugdíjas pedagógus részére karitatív tevékenységért díjat adományozott az önkormányzat. A város és intézményei támogatása érdekében végzett jelentős szerepéért a Kátai Madison kórusnak karitatív tevékenységért díjat adományozott. Felkérem a Kátai Madison kórus képviseletében Kátainé Nyakó Edit kórusvezetőt, hogy legyen szíves kifáradni, és a kitüntetést, illetve a virágot Szepesi Tibor polgármester úrtól átvenni. A karcagi képviselőtestület karitatív tevékenységéért díjat adományozott a 2010 óta működő Kátai Madison kórusnak. 2010 óta működik a kórusunk, kezdetben kisebb társaság volt, most már 15-17 főt számlálunk, igyekszünk egymás társaságát élvezve zenei felfrissüléssel, hát úgymond a kiégés szindróma ellen küzdeni, és ennek köszönhetően több fellépésünk volt Karcagon, a megyében, az országban, és büszkén vállaljuk és hirdetjük, hogy hazánkon kívül is. A Szikra 2010-ben most már jelenleg nyugdíjas kolléganőnk Szentesiné Ani, Budainé Julika kolléganőnk fejéből pattant ki. Egy huncut kis tréfának szánták, hogy álljunk össze néhányan, és próbáljunk egy kicsit együtt énekelni. Mi sül ki belőle, és hát kinőtte magát a kórus. A Gócs Lászlóné részére a város közössége és közigazgatása érdekében végzett tevékenységért Karcagváros közszolgálatáért díjat adományozott. A város közössége és közigazgatása érdekében végzett tevékenységért Karcagváros közszolgálatáért díjat vehetett át Agócs Lászlóné. Gratulálunk valamennyi díjazottnak!